tanulás. Hát is akár a szóval sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Móra 50 konferencián a történelmi szekciót vezetettem. Ezt külön is szeretném megköszönni, hogy utolsó előadáson kezdeként lennék. Kérem, fogadják nagy szeretettel Kémet Normélt és Bréninger Brigittát, tehát romulusokat, akik a Móra kollégium eddigi életéről fognak előadást tartani nekem. Hát igazából elsősorban azért vállaltuk a megkeresést, hogy ezt az előadást megtartsuk, ugyanis a Móra Ferenc kollégium nagyon fontos számunkra, és azt, amit a Móra Ferenc kollégium nyújt és ad az itt élő embereknek, azt úgy éreztük, hogy fontos megörökíteni. Amiről mi most szólni fogunk, ezek mind igaz történetek, hallgatók vagy Mórában egyéb célból járó, élő, alvó, stb. Emberek tollából, és hát az a legfontosabb, hogy amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mindenkinek jusson eszébe az, hogy amit itt a Mórában átélünk, és amit itt a Mórában napról napra véghez viszünk, az egyszer talán ugyanígy majd történelem lesz, és egyszer ezek a sztorik majd talán ugyanígy szájra járnak, és majd egyszer talán később arra fognak emlékezni, hogy mit csináltunk. És én arra szeretnék biztatni mindenkit, főleg most, hogy a Móra 50. életévében léptünk, hogy ezen a jubileumi esztendőn éljünk úgy, és szórakozzunk úgy, hogy az emlékezetes legyen, és arra emlékezzünk. Kísérleti megoldásokat fogunk alkalmazni az előadás során, ugyanis élő szereplős diasorral készültünk. Nem nagyon ismert még ez a megoldás, de hát kíváncsiak leszünk a működésére. És hát, hogyha esetleg a tesztüzem sikerre jár, akkor talán más előadásokon, hogy úgy fogalmazzak, nagy üzemben is használható lehessen ez a módszer. Nos, tehát akkor átvenném a szót. Kezdjük is egy kis történelemmel. Honnan is indult a Móra Ferenc szakkollégium? 1964-ben egy új diákotthont kezdenek el építeni, azt, amiben most mind itt vagyunk és élünk, alkotunk, és 1966-ban be is költöztek az Illyiből a BTK-s lányok, ugyanis először ez csak egy lánykollégiumként működött. Tudnélik, míg a Móra tisztán leány kollégium volt, a hétköznapi bölcsész hallgatók leginkább csak azzal konstatálták ezt a jelenséget, hogy azonosítású rendre a nőnemű szárnyas baromfik lakhelyül szolgáló, aki nem érteni annak kedvéért, tyúkolként emlegették ezt a kollégiumot. És hát lássuk be, azért voltak dolgok, amik úgy történtek, ahogy manapság. Nyilván más problémákat kell orvosolni a kollégiumnak. Nyilván más problémákat kell orvosolni a kollégiumnak esetleges szankciókkal, vagy esetleges tiltásokkal. Ahogy most az internet használattal vannak például különböző problémák, úgy régen mondjuk a meleg vízzel voltak. Tudni, hogy a 60-as években, annak végén, hetente csak háromszor volt meleg víz a kollégiumban, és a hallgatók ezt megelégelte, gazdasági főigazgató, hogy levelet nyújtottak be, hogy minden nap szeretnének meleg vízben fürdeni. A válasz körülbelül ennyi volt, hogy a népgazdaság ezt nem bírja el,
viszont a hallgatók ezt megint csak elkedvenyében egy petíciót kutattak, amit 300 hallgató alá is írt, és így lett meleg víz újra a kollégiumban. Már akkor is egy nagy közösségként működött együtt a kollégium hallgatósága, és együtt elérték, hogy újra legyen meleg víz minden egyes. Ugyebár, mivel eleinte a Móra kezdetben csak lány kollégium volt, és most már, hogy ezt mi is tudjuk, élnek itt fiúk is, ezeknek a fiúknak valamikor be is kellett költözni. Ez úgy alakult, hogy a Bólyai valamikor 1978 őszén a mérnökök megállapítása alapján össze akart törni. Na most, ezért átköltöztették a fiúkat a Mórába, és hát a koedukált kollégium a kezdetekben problémákat jelentett. Szóval, főként a portás Gyula bácsi próbálkozott teljesen hasztalanul arra, hogy a fiúkat és a lányokat elkülönítse egymástól, és hát a legenda szerint vas rácsot hegesztett és vaskapuként üzemelt egy este 10-kor bezáródó ajtó a lány és a fiú szobák között, de hát ez igazából elég egyszerűen ki lehetett játszani. És, hogyha figyelünk, ebben a pillanatban vált az óra, most este 10. Szerintem érthető, hogy miért volt hiába való a próbálkozás. Nem csak a melegvízzel voltak problémák régebben, hanem úgy az áramszolgáltatással is. Amint a fiúk beköltöztek, megnőtt a hallgatóság száma a kollégiumban, és ezt az áramszolgáltatás nem nagyon bírta el, és voltak kisebb kimaradások. Na már most élt és alkotott itt egy bizonyos Pasinszki Jóska nevű hallgató, és az ő iránymutatásával készítettek egy olyan lámpafoglalatba becsapható orvossági fiolából kialakított szerkezetet, amely az olvasó lámpából elvitte zsinóval az áramot különféle elektromos fogyasztókhoz, így a hallgatók legalábbis egy szobában még mindig élvezhették az elektromos áramnak a pozitív hatásait. Na már most ez nem mindig sikerült, hiszen problémák ugyanúgy jöttek, és áramszünet ugyanúgy lett. Na most a büfé, ami számunkra oly megszokott, az sem volt mindig jelen a kollégium életében, ugyanis hát az csak lényegesen a később, mint a kollégium megalakulása jött létre. Ugyanis úgy hívták, hogy Móra kávézó. Voltak fenntartások a büfével szemben, mert más kollégiumokban sajnos elvesztette eredeti jellegét, és sarki kocsmává alacsonyodott le egy szűk kör örömére, azonban annál nagyobb, és a nagyobb tömeg bánatára. Hát eredetileg tehát nem igazán árultak alkoholos italokat a büfében, de aztán végül is szépen lassan a kultúrált alkoholfogyasztás jegyében az alkoholos italok is felkerültek az itallapra, és hát természetesen még mindig kizárólag a kultúrált szórakozást hirdetve. A fiúk beköltözése során ugyebár nem volt elég hely a kollégiumban, szobákban, és ezért minden lehető helységben kialakítottak szobára alkalmas helyet. Így az alaksorban is, ahol volt egy kis helység, ahol még ablak sem volt, és oda beköltözött négy fiú. Viszont ezáltal, hogy nem volt ablak és fiúkról lévén szó, a szobában érdekes volt a
légkör, és szegényekre rá is ragadt a büdösek címszó, és akkoriban a diákságot minden ősszel TS-ekbe küldték ki, ami ugye kötelező mezőgazdasági munkát jelentett, szedtek éppen hagymát, paprikát, szőlőt, amit éppen az egyetem leszerződött. Viszont ebben a bizonyos évben ezek a büdösök egy elég komoly tétel szőlőt loptak, azzal a szándékkal, hogy bort fognak készíteni a kollégiumba. A büdösök levitték a vadizsú centrifugát, és kicsapották bele a mustot, majd pedig visszarakták a helyére. Bár természetesen lebuktak és fegyelmét kaptak, de az üvegeket sikerült eldugniuk, és szakszerűen átfúrt dugókkal, sorakoztak a szekrények alján, és várták, hogy bor legyen belőle. De hát sajnálatos módon ez nem így történt, és nem sikerült a kísérlet, és ki kellett dugniuk az összeset. Nos, a Móra Kollégium, én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy meghatározó hely, lesz is még az elkövetkező években, amíg még itt töltjük napjainkat, és hát nagyon reméljük azt, hogy a történetekkel, amiket itt átélünk, azokon majd esetleg egy új generációi Mórás fog felnőni. Ahogy Turi Tíme, a BTK-s magyar kommunikációs szakos hallgató fogalmazott, a Móra nem csak az a hely, ahol alszom, de ahol álmodom is. Gondolom, hogy nem.